A vármegye határtól néhány kilométerre, a tokai borvidéken is kezdetét vette a szőlőszüret az utóbbi hetekben. Itt születnek az ország legmagasabb alkohol, cukor és savtartalmú borai. Bár hegyalján jellemzően több generációs tapasztalt borászok tevékenykednek, a pincékben erjedő mustgáz veszélyeire itt is minden évben felhívják a figyelmet. A mustgáz az erjedés közben felszabaduló szintelen szagtalan széndioxid, amely oxigén hiányt okoz a boros pincében. Nagyon veszélyes időszakban vagyunk, ugye a borászok most erjesztik a mustjaikat borrá. Az alkoholos erjedés folyamán ugye mustgáz keletkezik, amely nehezebb a levegőnél. Tehát felhívom nyomatékosan mindenkinek a figyelmét, hogy nagyon vigyázzon. Ugye nyilván a pincéink természetesen a föld szintjétől lejjebb helyezkednek el, hiába van jó szellőzés egy adott pincének, mindig óvatosan járjunk el, egy égőgyertyával az orrunktól lejjebb tartva közelítsük meg a pincét a biztonság kedvéért, hiába szellőztettük át. Nagyon-nagyon veszélyes, mindenkinek felhívom a figyelmét erre. Ugyan Szabolcs-Szatmár-Bereg nem tartozik a klasszikus bortermelő régiók közé. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz minden évben érkezik segélyhívás mustgáztól való rosszul lét miatt. Leginkább a szőlőtermesztéssel, a borkészítéssel kapcsolatban keletkezhet mustgáz, de más nagy cukortartalmú gyümölcsök, növények eredése során is keletkezhet. Való igaz, hogy nem vagyunk a leghíresebb bortemelő vidékek közé sorolva, de számos olyan település van, ahol még végzik ezt a tevékenységet. Amire nagyon kell figyelni, hogy ilyenkor erjedés folyamatában a talajszint alatti létesítményben, elsősorban hogy a pincékről beszélünk, ahol végre bevegy ez az erjedési folyamat, mindig győződjünk meg arról, hogy nem-e keletkezett-e széndioxid a helyiség alsó részében, hiszen egy olyan gázról beszélünk, amely a levegőnél jóval nehezebb, mert ha ott ez felgyülemlik, felhalmozódik, akkor az súlyos balesetveszélyt jelent. Leskovics Zoltán hozzátette, ha kellő óvintézkedések ellenére is megtörténik a baj, azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni.